Ha sikerül megegyezniük a békéről az oroszoknak és Ukrajnának, azt leginkább egy embernek köszönhetik. Angela Merkel hetek óta, mondjuk úgy, munkálkodik a rendezésen. Egy hét alatt a félvilágot átrepülte, hogy lezáruljon a 21. századi Európa eddigi legnagyobb konfliktusa. Angela Merkel belevetette magát az ukrán-orosz konfliktusba. Nem akarunk kettészakadt Európát, senkinek sem áll érdekében, hogy ez a konfliktus ennyire eldurvuljon. Ezt mondta a német kancellár a müncheni biztonságpolitikai konferencián. Nem hangzik sem túl határozottnak, sem túl erősnek. Pedig Merkel keményen dolgozik a rendezésen. Elég, ha csak megnézzük az utazásait. A múlt csütörtökön még Kijevben tárgyalt, közösen François Hollande elnökkel, majd elutaztak Moszkvába, ahol Putyinnal ültek egy asztalhoz. Vasárnap a kancellár Münchenben volt a nyugati világ fontos vezetőivel együtt. Biztonságpolitikáról tárgyaltak. Merkel ma már Washingtonban Obamával tárgyalt. Estére átutazik Ottawába, hogy a kanadai miniszterelnökkel is leülhessen. Mindezt azért, hogy közös álláspontot alakítsanak ki a minszki béketárgyalásokra. Van is mire készülni. Alig pár hónap alatt valódi háború lett az ukrán-orosz konfliktusból. A német hírszerzés szerint nem a Kijevben hivatalosnak elismert 5000, hanem ennek a 10-szerese 50000 polgári és katonai áldozata van a 10 hónapja tartó összecsapásoknak. Csak az ENSZ 4 órás tűzszünetének volt köszönhető, hogy mind az orosz barát erők, mind pedig az ukránok elszállíthatták buszokon és vonatokon a két front közé szorult 25000-es Debalcevo lakosait. Az unió külügyminiszterei még mindig megosztottak. Többen már azt sem akarták, hogy a minszki tárgyalások előtt kiterjesszék a szankciókat, de ez mégis megtörtént. Hollande elnök pedig az egyik legfontosabb kérdésben engedett Putyinnak. Azt mondta, nem szeretné, ha Ukrajna a NATO tagja lenne.